A tiszafüredi járási ügyészség vádat emelt egy 35 éves kunhegyesi férfi ellen lopásvétsége miatt. A vádirat szerint a férfi 2013. március 13-án délután Tisza Szent Imre településen haladt át személygépkocsijával, amikor észrevette egy francia buldogot. Hát szomorúan emlékszünk vissza arra a napra, március 13-án délután 2 órakor tapasztaltuk, hogy nincs meg Carloska, hogy eltűnt, és akkor mindenki elkezdte keresni Carloskát. Hát úgy derült ki, tehát mi este 6 óráig kerestük körülbelül, tehát utána is kerestük volna, csak akkorra jött egy hölgy, mint szemtanú, hogy ő észrevett, ő meg felismerte Carlost egy autóba. Ezután hívtuk a rendőrséget, 112-t, és akkor kijöttek egy órán belül, kijött a rendőrség, és akkor elmentek a helyszínre, ahol már ugye tudták a elkövetőnek a nevét, címét. Sajnos decemberben derült ki, hogy szívférges lett Carloska, és gyógyszeres és injekciós kezelést kap, 2 hetente Debrecenbe hordjuk el orvoshoz, és pont március 15-én, tehát 13-án tűnt el, és 15-én kellett vinni az orvoshoz, és mondta, hogy már víz van a tüdején, tehát Carloska meghalt volna, hogyha nem kerül haza. A rendőrök adatgyűjtés követően felkeresték a férfit Kunhegyesi otthonában. A férfi az elszámoltatás során megpróbálta titkolni, hogy ő lopta el az elkóborolt házi kedvencet, de az EBA rendőrökkel folytatott beszélgetés közben elősítált, lebuktatva új gazdáját. Így már nem volt értelme tovább tagadni az elkövetést. Én itthon voltam, és akkor konkrétan úgy láttuk, hogy ugye dolgoztunk, és amikor bementünk, hogy eltöltözni, akkor észrevettük, hogy Carlos nincs itt, és arra utáltunk rá, hogy Carlos vagy elment, vagy ki tudja, lehet, hogy elment csavarogni, és aztán pedig kiderült az, hogy eltűnt, és ugye pedig ellopták, ugye. És elsőnek sajnáltam a kutyát, mert ugye beteg állapotban volt, szívférges volt, és ez, hát majdnem elkezdtem sírni Carlos miatt. A járási ügyészség vádiratában börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben. Személygépkocsival haladt át Tisza Szent Imre község területén, és meglátott az utcán egy francia buldogot. Ez a kutya a gazdája tudta nélkül kiszökötte az utcára, és a családi ház előtti utcarészen sétálgatott. A férfi megállt az autóval, betette a kutyát a csomagtartóba, és hazavitte Kunhegyesre. A tulajdonos bejelentése alapján a rendőrök adatgyűjtést végeztek, és néhány órán belül körvonalazódott az, hogy ki lehet az elkövető, ezért megkeresték Kunhegyesi otthonában ezt a férfit. Az elszámoltatás során a férfi igyekezett letagadni azt, hogy ő lopta volna el a kutyát, azonban a rendőrökkel folytatott beszélgetés közben a kutya elősétált az ingatlanból, így nem volt értelme tovább tagadni az elkövetést. A férfi többszörösen büntetett előéletére tekintettel a járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására, illetőleg közügyektől eltiltásra tett indítványt vádiratában. Az ügyben első fokon a tiszafüredi járásbíróság fog döntést hozni.